Sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, áldjon meg minket az Úr. Ma befejezzük a tanulásról, a bölcsességről való elmélkedésünket. Természetesen ezek a kis áhítatok gondolatindítóak voltak, és arra indíthatnak bennünket, hogy igenis imádkozzunk a gyermekeinkért, önmagunkért, családokért, a pedagógusokért, de imádkozzunk azért is, hogy ne csak az iskola rendszerben, hanem az élet iskolájában is jól tudjunk teljesíteni, hogy megálljuk a helyünket, és jó döntéseket tudjunk hozni, hogy tudjuk alkalmazni mindazt a tudást, amit az Istentől is talán megtanultunk, és mennyire van szükségünk arra, hogy az élet iskolájában úgy is részt vegyünk, hogy hallgatjuk az Isten igéjét, hogy részt veszünk az Isten tiszteleteken, és ahol engedjük, hogy maga Isten tanítson bennünket, aki a legfőbb ura a világ mindenségnek. Ma egy fontos értékre szeretném még felhívni a televízió nézők figyelmét, és ez az érték az nem más, mint a szorgalom. A példabeszédek 6. fejezetében ezt olvassunk. Eredj a hangyához terest, figyelj, hogy mit tesz és okulj. Bár nincs vezére, elöljárója vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor. Meddig fekszel terest, mikor hagyod abba az alvást? Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés, így tör rád a szegénység, mint útonálló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember. Nagyon egyszerű igazságot fogalmaz meg ez a bölcsesség, azt, hogy az ember akkor viszi az életbe valamire, hogyha szorgalmas, hogyha igazán akarja azt, amit el szeretne érni célt. Még senki nem lett sikeres az életben, aki nem sokat gyakorolta magát abban a tudásban. Hogyha valaki sikeres zenész szeretne lenni, és mondjuk zongorista akar lenni valamikor majd, akkor hány és hány órát kell neki gyakorolnia, hány és hány órát kell neki ismételgetni, talán ugyanazokat a zongora dalokat vagy dallamokat, hogy egyszer eljusson majd arra a tudásra, hogy azt olyan virtuóz szinten tudja előadni, hogy emberek majd tátott szájjal hallgassák őt. Vagy hogyha valaki szeretne focista lenni, és egyszer majd a világbajnokságon is gólt rúgni, vagy a bajnokok ligájában gólt rúgni, hány és hány órát kell neki edzéssel tölteni, mennyi mindenről le kell mondani az életbe azért, hogy elérje ezt a sikert az életébe. És lehetne sorolni, hogy egy orvosnak mennyit kell tanulni, vagy éppen egy tanárnak mennyit kell tanulni, akár egy mérnöknek mennyit kell tanulni. Fontos az, hogy az életben, ha valamit el szeretnénk érni, akkor legyünk szorgalmasak. De ugyanígy van ez akár a kapcsolatainkban, ugyanígy van ez az életnek a tudásával, a Biblia ismeretével is, hogy csak akkor fogunk elérni eredményt, hogyha belefektetjük az életünket, az időnket, az energiánkat. Spurgeon, egy 19. században élt népszerű prédikátor, így fogalmazott egyik prédikációjában. A boldogulás titka nagyon egyszerű. Feküdj neki alaposan a munkának, és boldogulsz. A lustaságból csak rongy és szegénység terem. Arcunk verejtéke az egyetlen agyag, amelyből aranyat csinálhatunk. Ez egy nagyon nagy bölcsesség, hogyha lusták vagyunk, akkor annak is meg lesz az eredménye, és ha szorgalmasak leszünk, annak is meg lesz az eredménye. Milyen fontos az, hogy ezt az igazságot megtanítsuk gyermekeinknek, hogy szorgalmasan tanuljanak, még akkor is, hogyha nem látják értelmét a tanulásuknak, akkor is tudják azt, hogy ha valamire szeretnének jutni az életben, akkor nekik szorgalmasan tanulni kell napról napra, hétről hétre. De ugyanúgy mi felnőttek is, ne lustálkodjunk, ne adjunk példát a lustaságból, hanem adjunk példát a szorgalomból, hogy az életünk feladataihoz, dolgaihoz is mi is szorgalmasan állunk hozzá. Végezetül szeretném Benedek Tibor gondolatát elmondani, aki 2020-ban hunyt el, és remek vízilabdázónk volt, és élete vége felé, amikor riportot adott, akkor így fogalmazta meg, mi az ő életének, sikerének a titka.
sohasem volt különösen jó labdaérzékem. Sose fociztam, kosaraztam jól, nem dobtam különösen nagyot a labdával, és ma már ennél is kevesebbet dobok. Nem vagyok kifejezetten sem erős, sem okos, nem úszok túlságosan jól, a vízfekvésem teljesen átlagos. Gyermekkoromban 11-szer szúrták fel a fülemet, ugyanennyiszer tiltott el az orvos az uszodától. Magasságomat nézve ma már kicsinek számítok a csapattársaim között, súlyra viszont 15 éve elértem a 100 kilót. Szépen beszélni talán sohasem tudtam, középiskolai eredményeim közepesek voltak. Sose gondoltam, hogy a mondataim hatással lehetnek másokra. A katonaságtól gerincsér miatt felmentést kaptam, azóta már nyakamban is van egy-két porckorongsérv. 16 éve csukló szorítóval játszok, képtelen vagyok a kézfejemre támaszkodni. Mégis, ha legvégül össze kellene foglalni sikereim okát, csak annyit mondanék, hogy mindig én akartam jobban, ez az én tehetségem. Hát legyen példa előttünk Benedek Tibornak az élete, az ő életszemlélete, és legyünk mi is szorgalmasak, és akarjuk jobban, mint mások, és akkor sikeres lesz az életünk. Amen.